nem szokatlan egyébként az, hogy kettőre rendeznek egy előadást. Itt most azt teszi evidenssé a dolgot, hogy az Ildikó írta a történetet. Az egyik fő gondolat itt a neői, illetve a testvérek meg a megnevelése és az egymás, az atya-fiú, a fiú-apa megnevelése. Az előadás megpróbál játékos derűvel, és a játékossága az, hogy nem naturálisak vagyunk, hanem ilyen jelzésszerűek, és ezt most mindjárt láthatóban is már. Mikét sem üszték ki és állott a föröst atyának áldásához. Én vagyok, atyám! Ételt hoztam neked, hogy megáll. S hosszan kicsülő nyellel dolgot. Többnek kell lenni. Sokkal többnek. Mindenből többnek. Mutasd be, légy szíves, hogy meddig tart, amíg nem kell megszólalni. Jákob kicsit sírt is. Úgy... Sok!